Hello, hello, sziasztok, Teflon vagyok, és ez itt nem más, mint az Osiris New Dawn című játék. 2023. január 18-án befejezte a korai hozzáférési státuszát, úgyhogy nézzük meg, hogy mire jutottak a fejlesztők, de előtte válasszuk ki, hogy mi akarunk lenni. Tudósok, rangerök, tengerész, gyalogosok, vagy esetleg sima mérnökök? Nem tudom, nekem a ranger az szimpatikus. Úgyhogy menjünk is tovább, és akkor nézzük is meg, hogy legyünk mondjuk teflonék, és akkor egy normál fokozatba kezdjünk neki a játéknak. És löncsöljük is le, nézzük meg az Osiris New Dawn mit tartogat számunkra. Ez egy túlélő játék, űr túlélő játék, de kusba is maradok, jön az intro. Nos, az intróval végeztünk is. Töltés 100% completed. Felrobbantunk, elmenekültünk, lezuhantunk a bolygóra. Nézzük, mit tartogat számunkra a játék. Ha. Ajaj. Oxigén. Ész. Oh. Hát, nagyon, nagyon sok oxigénünk nem maradt, így az elején, hirtelen. F-fel szedjük össze, inventory. Gyerünk, gyógyítsunk. Szuper. És az F-fel toljuk is ki magunkat innen. Oxygen 0.4%. Pressure is 2.5%. Nos, a játékot full mazon játsszuk, szokás szerint, és akkor kezdjünk el itt szedegetni. Nem tudom, hogy mik ezek. Broken barrel. De jó lenne valahol oxigént találnunk. Bandage, az mindig jól jön. Kő. Oké. Okay. Találtunk egy kis követ. Még egy kis bandage-et. Ó. Oh. És ezzel... Oh, oxigén tank, szuper! Ezzel tudom bontani itt az alapanyagokat. És ez vajon micsoda? Oké. Okay. Tabbal hozzuk elő a menüt. Ezt jó lenne júzolni.
94%-ra feltöltöttük magunkat, és ha már itt vagyunk, szerintem... Vitals stabilized. Szerintem az életünket, így van, az életünket is sikerült feltölteni. Mik vannak még itt? Build craft, mission options, skills. Na nézzük, milyen skilljeink vannak. Salvage. Melee damage. Válaszok ki a melee damage-et. Ez mi lehet? Még most vagyok én is abban a fázisban, hogy próbálgatom a játékot. Service speed, hadd szóljon. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor projektile, mining damage. Hát, fogalmam sincs, hogy mit lenne célszerű oda rakni, de... Power duration... Salvage speed, ez az. Jó, hát... azt hiszem, van mit fejleszteni. Fogalmam sincs, hogy melyik irányba fogok még menni. De majd mindjárt meglátjuk, hogy mennyi ponton maradt. Még azt sem tudom, mennyi ponton van még, vagy mi ez a durability loss, sweet. Hoppá! Erre is tudunk menni. Spacewalk speed. Medic potential. Jó, fogalmam sincs, hogy mire aragtunk, vagy mit csináltunk, viszont nézzük tovább a játékot gyorsan. Na, mit tudunk craftolni? Stone Blade, Stone Axe Head. Nagyon jó. Util Ball, Scrap Metal Chest. Aha, még nincs elég alapanyagunk. Jó, hát akkor gyorsan kezdjünk is el szedegetni és nézelődni. Nézzünk még egy kicsit körül, hát ha találunk valami olyan dolgot, amit még fel tudunk használni, azt a mindenit. Maga a játék viszont rettenetesen gyönyörű. Itt G-vel tudnám. Ó, van késünk. Szétvágtuk. Alien Fiber. Nagyon jó. Tehát van valami jófajta kis szövetünk. Ó, ez valami bogárláb volt. Szuper. Ez túl kemény ahhoz, hogy összeszedjük. Na nézzük, hát ha még az űrhajóból potyogott ki pár darab, és tudunk szedegetni ezt-azt, vagy ha más nem, akkor... Hoppácska! Szét tudom kapni az űrhajót. Hát ez jó. Úgy látom, hogy tényleg darabokra tudom szedni az egészet, és kapunk is, hoppá! Plant-like life forms detected. Extract plant material. System computer, report on the New Dawn and crew. The New Dawn suffered a reactor overload during interstellar braking, causing the catastrophic system breach. No living crew members detected. Jó, szuperek vagyunk. Na nézzük, hogyha esetleg ide megyünk a fához, abból tudunk-e valamit gyűjteni. Gyümölcsöt szedtünk a fáról. Nagyon jó. Szuperek vagyunk még mindig. Szétvágunk mindent, fiber gyűjtünk. Na nézzük, egy kicsit visszább veszünk a hangból. Kicsit többet adunk az effektekre. Na, oké, és szuperek vagyunk. Ez az, így egy kicsit jobbak vagyunk már. A futás a szokásos shiftes futás, a googolás pedig a szokásos kontrollos googolás.
tabba hozzuk elő a menüt, az inventory, a felső pucuka, és onnantól kezdve az összes többit az egérrel tudjuk pöttyinteni. Oké. Okay. Mi az, amit kell? Third person módba kellene váltanunk. Ó, ez az. A V betűvel tudunk third person módba váltani. Az igen. Egész jól nézünk ki. Na nézzük. Ne szana szét, vagdosuk Alien Fiber. Scrap hutot kell építenünk. Na nézzük, hogy hol találjuk ezt a scrap hutot. Cloth bundle. Tehát clothot kell készítenünk. Ó, Alien Fiber kell hozzá, tökéletes. Bal gombot hosszan nyomva, már készítés nekünk. A clothot. És akkor építsük meg ezt a... Ó! Nem is tudom, hova kéne ezt rakni. Hát rakjuk valahol ide a közelbe. F betűt nyomva tartva, már építés. Csúcs. Construct a workbench for tool creation and repair. You can also dismantle items into smaller components. Szuper. Tudunk aludni, tudunk mindenféle dolgot művelni. Sharp blade-et kell, és egy workbench-et kell készítenünk. Na nézzük, workbench. Meg is tudjuk csinálni. Lehet, hogy a workbench-et nem is hozom ide be, hanem itt kívül. Itt kívül lerakom. A bal és a jobb egér gombbal lehet egyébként forgatni a pozíciót. Legyártottam. Alien life form remnants detected. Húha, alien life form. Your workbench can recycle creature parts into hide for crafting leather. Na nézzük, milyen missionünk van. Oké. Okay. Barrelt kell, és blade-et kell még craftolnunk. Ő hozzá mi kell? Stone Blade kell hozzá, és Clotilda. Na, bal egérgombbal gyártsuk le gyorsan. Oké, okay, és akkor, mivel három kő kell hozzá, ezért gyorsan le is tudjuk pattintani itt ezt a csúcs cuccot. Nos, hol van a blade-ünk? Berakjuk a hármasba is. Nézzük is meg, V-vel visszaváltunk, és itt is van a blade-ünk. FPS módban azért jobban néz ki. Lényegesen szebb a játék, és maga a látószög és minden más is sokkal kényelmesebb. Úgy látom, hogy ugrani még mindig bazi nagyot tudunk, hiszen valami idegen bolygó felszínén vagyunk, de... Shaddings, Creatures, Hardvest, tehát valami idegen lénynek a dolgait kellene gyűjtögetnünk. Nézzük hát, ha ezek azok-e, Shaddings. Aha, ezek lesznek azok. Meg is van. Ezt összegyűjtöttük, és akkor nézzük, hogy valami leather-t kellene nekünk raftolgatni. Ő, wood fence, van itt minden. Scrap metal chest, mi kell hozzá? Struktúra. Ó, lehet itt többféle bolegát is csinálni, nagyon jó. Mi az, ami még esetleg a rendelkezésünkre áll? Hát gyakorlatilag semmi. De nem is baj, fedezzük föl még a terepet. Nézzünk körül, hát ha
Hát, ha van itt a közelben valami lenyírni való dög, vagy valami hasonló. Mi is az, amit látunk gyakorlatilag a képernyőn, ugye jobb oldalt van a jobb alul a gyors elérésű menünk, lent középen van az oxigén szintünk, ugye bal oldalt alul a látó távolság, látó szög, a hőmérséklet, a víz és az egyéb páratartalom, valamint a health van, az életerőnk. Bal felül található a mission, jobb felül a térkép, és ugye fölül középen pedig maga az iránytű. Na nézzük, az iránytű, a hutunk itt van, az meg is van jelölve, nagyon jó. És nézzük, hogy ha körbe forgunk, akkor mi az, amit még jelöl? Hát gyakorlatilag semmi. Tehát nekünk kellene felfedeznünk itt ezt a csodálatos vidéket. Úgyhogy ha már legyártottuk ezt a pár dolgot, és megy is le a nap, úgy látom, hogy a hőmérséklet igen erősen csökken, akkor próbáljunk meg a másik irányba elkalandozni, ugyanis ha jól látom, ott azért lényegesen több dolog van. Na nézzük, de előtte a workbenchnél, hogy itt mit lehet csinálni. Létrát kellene gyártanunk, de ehhez mi kell a leatherhöz? Ez kell a ládikánkhoz, és akkor egyből le is tudjuk gyártani szépen. Ó, upgrade-elni is tudom, aha! Tehát ezért kellenek a cuccok, hogy itt upgrade-elni tudjam az asztalkámat. Na, nagyon jó. Nagyon jó building craft menü. És mi az, ami kell a ládához? Gyakorlatilag semmi az ég adta világon. Ezt ide bepattintom. Ide. És akkor az ebbetűt nyomva tartva felépítjük gyorsan a ládikát. Így van. Effel kinyitjuk, és akár ide át is pakolhatnánk mindenféle hülyeséget, amire jelenleg nincs szükségem. Broken glass. Igen. Tehát ezek azok a dolgok, amik majd egyszer biztos, hogy kellenek, de most nem. A szörnylábak és egyéb ilyen dolgokat is félretesszük. Kavics, kaja, víz, javítószerkezet. Szerintem maradjunk annyiban, hogy igen, hidratáció és a kaja. Ebből is együnk egyet, és akkor jók leszünk. Szóval maradjunk annyiban, hogy ez még csak egy próbakör, és aztán, hogyha a srácokat sikerül rávennem, akkor egy közös játékot ebből is indítunk, ugyanis elég jól néz ki a játék. Na nézzük. Ez az csavaros, szét ne szaraz. Elég jól néz ki a játék, és egész összetettnek tűnik, mit lehet még innen leszedni. Gyakorlatilag minden burkoló elemet le lehet kapni az űrhajóról. Szuper. Metánt lehetne ebből szedni. Liquid konténerre lenne szükségünk, de hát az itt van. Nézzük. Négyest megnyomjuk, és ebből össze tudjuk gyűjteni. Nézzük. Meg is töltöttük. Metánnal megtöltöttük a kis küblinket. Teljesen jók vagyunk. Hűha! Úgy látom, jött a vihar, úgyhogy gyorsan vissza is szaladok a bázisomra. Minusz 33 fok van. Kezdődik az orosz tél, úgyhogy nem is szarozunk tovább, hanem nyomás vissza ide védett helyre. Hát ha ez így valamilyen szinten tényleg megvéd minket. Csak előtte még nézzünk valamit, hát ha van valami csúcskategóriás kemencénk, vagy valami hasonló, ami tényleg meg is fog védeni minket itt a mindenségtől. Nincs? Jó. Oké, és akkor az éjszakát
megpróbálom túlélni, így mínusz 40 fokban. Melegítő cuccok és egyéb dolgok nincsenek, tehát remélhetőleg reggelre nem fogok megfagyni. Ennyi volt a bekukkantó videó így hirtelen gyorsan iziben. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Gyertek legközelebb is. Csőbabi néni. Sziasztok!